Húsvéthoz közeledvén szépen sorakoznak a kötözött csonkák a pultokon. A szakember elmondja, idén sincs másként, mint tavaly. Legkelendőbb a füstölt darabolt comb, a füstölt kolbász és a már említett kötözött csonka. A füstölt húsok ára jelentősen nem változott, csak néhány százalékos árnövekedés jellemző. Ha már megvettük, az is fontos, hogy a lehető legfinomabban készítsük el. Természetesen a jó sonkának fontos a megfelelő alapanyag, tehát a jó minőségű füstölt áru. Hát egy kötözött sonkánál attól függ, hogy darabolt comb vagy darabolt lapockából készül a termék. A főzés az többnyire a súlyától függ, hogy mennyi ideig kell főzni. Jellemzően megyünk egy másfél kilós füstölt darabolt combot, az durván másfél óra főzés elegendő hozzá. Természetesen, hogyha hagyományosan készült, akkor a sót ki kell áztatni eleinte, tehát először belőle, utána főzni kell. Amikor megfőtt a termék, tehát elkészült, a főt, amiben megfőztük, abba a lébe hagyni kell kihűlni, és amikor kihűlt a termék, utána érdemes lebontani róla a sonkaállót. A különféle sütemények és a sárga túró elengedhetetlen hozzávalója a tojás. Itt mérettől függően mi dönthetjük el, hogy mit engedhetünk meg magunknak. Az eladó szerint megugrik ilyenkor a kereslet, már csak azért is, mert a tojásfestésnek még mindig hagyománya van. Szerintem ezen a tájon, a nyírségben tartják még a hagyományokat, sokkal jobban, mint tegyük fel máshol, sokkal a több mennyiséget eladunk. Az ár szerintem a tavalyi évhez képest nem igazán változott. Ilyenkor azért is visznek több mennyiséget, mert készítik a sárga túrót, hímes tojást festenek. Amennyiben beszereztük a húsvéti sonkát körülbelül 4000 forintos kilóáron, akkor természetesen érdemes vásárolni mellé némi zöldséget is, akár a tavasz első hírnökét, a hónapos retket.